Szervusztok! Szép estét kívánok mindenkinek, és mindenkinek köszönöm, aki jelen van ma este is, ezen a csütörtökön is, vagy jelen lesz a következő percekben, és akivel ma este beszélgetni tudok, vagy akik odafigyelnek azokra a gondolatokra, amelyre a hét eseményei kapcsán a mai estein sort szeretnék megíteni, tehát sort keríteni, és arról beszélgetni. Elmúlt 6 óra, elkezdem, és látom, hogy már az első hallgató megtiszteltetése is jelen van, és ez a szám most növekszik. Ma estére az elmúlt hét kapcsán is nagyon-nagyon sok témánk van. Ugyanakkor ma is igaz, hogy ezek a témák akkor beszélgethetők meg számomra a legjobban, ha ti kérdeztek. Úgyhogy az elmúlt héthez hasonlóan, vagy az elmúlt hetekhez hasonlóan szeretném kérni az aktivitásokat, szeretném kérni, hogy azokat a kérdéseket tegyétek föl, amit az elmúlt hét kapcsán a legfontosabbnak tartotok, és én igyekszem egyrészt azokra válaszolni, amennyiben tudok, és azt hiszem, hogy arra is van egyfajta képességem, hogy a válaszokban belevejtsem, vagy belevegyem, vagy kapcsolódóan elmondjam azokat a dolgokat, amelyeket nagyon-nagyon fontosnak tartok az elmúlt hét eseményei kapcsán. Egy kis rejtvénnyel kezdtem a mai adás, vagy a mai beszélgetésünknek a meghirdetését. Ez a kis rejtvény, a kolléganőm is láttam, hogy nézi, és talán szeretné megkérdezni, hogy mit jelent a 36-1, amit egyébként azóta átgondoltam, és jobb lett volna úgy írnom, hogy 1-36, és a 26-1, amit jobb lett volna úgy írnom, hogy 1-26. És azon gondolkodom, egy pár másodpercet még ebbe a felvezetésben hagynék annak a 20 vagy 18 nézőnek, aki már bekapcsolódott az adásba, hogy hát, ha egy kérdésbe odaírja, hogy tudja a választ, hogy ezek mit jelentenek. Nagyon fontosat. Amíg ezre egy kis segítséget, vagy adás segítséget adok, elmondok egy régi viccet. Ez egy vicc, amelynek, mint minden viccnek, nagyon fontos társadalmi példája, alapja van, és egy olyan vicc, amit az elmúlt 30-40 évben én egy kicsit eltérő tartalommal, magammal, a személyemmel összefüggésben is mindig el szoktam mondani, vagy sokszor mondtam már el, ez így pontosabb, tehát én már igen sokszor mondtam el. A vicc valahogy úgy hangzik, most nem készültem egész pontosan, nem kerestem vissza ezt a viccet, hogy valaki megy Budapesten egy utcába, hallgatja vezetés közben vezeti az autóját, és hallgatja vezetés közben a rádiót, ahol elmondja, hogy mondjuk a Folknista utcában teljesen mindegy, vigyázzanak az emberek, az autósok, mert egy őrült szembe megy a forgalommal. Aki a rádiót hallgatja, és kocsiját vezeti éppen a Folknista utcában, hirtelen felszól. Mi az, hogy egy? Szinte mindenki. Mert ő úgy gondolta, hogy a vele szembe jövő számtalan autó, az azt jelenti, hogy azok nem tudják jól, és ő megy az egyirányú utcába a megfelelő úton. Mindenki más téved. Saját magammal összefüggésben az elmúlt évtizedekben, ezt sokszor úgy mondtam el, tehát ugye azt fogalmaztam meg, hogy én az úgy tartom magamban, hogy ha ezt látom, felfigyelek. Mert ez egy figyelmeztető jel, hogy nagyon sokan mennek szembe velem, és nem tudom, hogy mennyien jönnek velem egy irányba. Tehát abba az irányba, amit én amelyet én választottam. De a személyiségemben én mindig azt fogalmaztam meg, hogy engem nem az jellemez, hogy azonnal félrehúzódjak, és megforduljak, és menjek arra, mint a többiek. Az igaz, hogy azonnal félrehúzódnék, kiszállnék az autóból, és megnézném, hogy én megyek rossz irányba, mert ez esélyes a rengeteg szembe jövő autó miatt, vagy az szembe jövő autók vannak valamilyen tévedésen, tévúton, tehát én nem biztos, hogy befordulok a sodrásba. De azért tudtam elkezdeni nézni, hogy egyedül megyek ezen az utcán, vagy sokan jönnek.
Ezek fontos tényezők voltak az én életemben. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy kifejezetten magas szintű tudós barátaim vannak, akik nagyon erkölcsösen, az én normáim szerint élték az életüket, és a tudásukat a jóra fordították, ezért bizonyos területeken volt módom rákérdezni, hogy jó úton megyek-e. Érdekes példa volt erre, talán nem haragszik meg, ma is az, ma is még barátságot őrzök a szívembe, a Nemzet egyik kiemelkedő volt, talán a legkiemelkedő színészével, Bodrogi Gyulával, aki valamikor 10-15-20 évvel ezelőtt, még lehet, hogy 30-szal ezelőtt, azt mondta, hogy ő azért figyel arra, amit én teszek, és azért támogatja az arcával is annak idején azt, amit én teszek, mert bár nem minden részt ért meg pontosan, hiszen nem azokon a szakterületeken mozgom, mint ő, nem ugyanazok a hivatásaim, de érzi, hogy amit mondok, az úgy valószínűleg rendben van. Lehet, hogy tévedek valamivel, de akkor előbb találjuk meg a tévedésnek az okát. Ezért szívesen jön velem. Ez számomra nagyon fontos támogató erő volt mindig az életemben. De ugyanilyen volt, hogy az egészségügy területén, ha megszólaltam, tudtam konzultálni Czerzer Endrével. Sajnos a barátom elment, de azért az egész társadalom szeretetét élvezte. Elment Bálint Gyuri bácsi az ország kertésze, de hát Európa egyik legkiemelkedőbb agrárszakértője volt. Vele az agrárgazdaságban, ha volt egy gondolatom, megoszhattam. Nemhogy megbántódjon néhány kiemelkedő barátom, akit esetleg most ebben a megnevezésben nem sorolok föl, de sok ilyen volt. Az adóhivatal egykori elnöke az adóhivatalból emelkedett, és a máig az egyetlen olyan elnöke volt a rendszerváltás utáni adóhivatalnak, aki a szakmában nőtt föl, Minari Gyuri barátom. Ezért, hogyha az adózás kérdésében, amelyet azért azt gondolom, elég magas szinten én magam is ismerek, de ha ott valami különleges gondolatom volt, Gyurival bármikor meg tudtam kontrollálni, beszélni, föl is hívtam, meg is kérdeztem, és fontos volt, hogy ő megerősítsen. A jog területén ilyen Bárándi Péter barátom, aki még a különleges jogi kérdések merültek föl bennem, akkor találkoztam vele, évtizedes a barátságunk, és rá tudtam kérdezni. A művészet oldalán talán még nagyon sok olyan kiemelkedő ember volt, Gregor József, de ma is élők között ott van Szinettár Miklós, akit én ebbe a körbe tartozom, hogyha megmérettem magam. A vallás területén, a történelmi egyházak vezetőivel, vagy 30 éven keresztül voltam egy kuratóriumban, mint talán az egyetlen világi tagja a kuratóriumnak, ahol a történelmi egyházak vezetői, püspökei és a többi voltak a társaim a kuratóriumban, és ott vitattam meg, hogy én hogy állok a hithez, a hit világnak, hogy lehet-e így hozzáállni, ez úgy rendben van-e. Tehát nem úgy gondolkodtam, mint Orbán Viktor, és akkor most ugye térek a gondolatra, és a 1.36-ra, és az 1.26-ra, hogy nincs mit megbeszélnem velük, de van. Mindenképpen van velük mit, volt velük mit megbeszélnem, és fontos volt az ő támogatásuk. Tehát Orbán Viktor ugye a keresztény világ fejének, ugye a római pápának, Ferenc pápának a nyilatkozataival simán szemben itthon a Nemzetiben megszólal, és mondta, hogy nem tudja, hogy kell a kereszténységi értéket Európában megvédeni, azt Orbán Viktor tudja. Aki előtte egyébként baloldali volt fiatalon, majd liberális volt, és csak 1998-ban, amikor a politikai pályán kiürült a keresztény oldal, mert teljesen visszaszorult az MDF, és nulla jelentősége volt a keresztény honvédpárt, akkor hirtelen keresztényé vált. És azóta a kereszténység az egyetlen, ami követendő. Ugye legutóbb éppen ugye az Európai Unió számára beadott állami anyagban szerepel, hogy az Európai Uniónak deklarálnia kellene, hogy ő egy keresztény unió, amely teljesen összeegyeztethetetlen az emberi jogokkal. Csak úgy megjegyzem. De ez a szembefordulás azért fontos, mert a Hétnek volt ebben az ügyben egy, nem is, ugye korábban is volt, és a Héten volt egy újabb eseménye. És most már azt lehet mondani,
hogy például az orosz agresszióról és az orosz agresszióval szembeni közös fellépésről az Európai Unió 27 tagállamából 26 képvisel egy nagyon határozott fellépést, amelynek alapvető feltétele, hogy ha lehet, akkor nem háborúban, hanem a gazdasági oldalon, a gazdasági kényszerből kell Oroszországot és Putyin elnököt abban a helyzetbe hozni, és ezek ugye a szankciós politikák, kell abban a helyzetbe hozni, hogy befejezze az agresszióját, adja föl az agresszióját, és abban is egyetértenek, hogy nem lehet Ukrajnának azt követelni, hogy a területi integritásából a béke érdekében, magyarul az orosz agresszió sikeréje érdekében egyetlen négyzetmétert is átadjon. Ugye ez egy fontos elmond. Egyetlen egy ember van, Orbán Viktor, aki ezeknek az hét unió vagy tárgyalásai után önálló nyilatkozatot tett, és azt mondta, hogy ő nem így gondolja. Ugye, ezt nem is mondta ki szó szerint, de kimondta, tehát végülis azt kell mondanom, hogy kimondta. És azt mondta, hogy nem, Orbán Viktor és Magyarország nem fog további szankciókat támogatni Oroszországgal szemben. Azt követeli, hogy azonnal is tűzszüneti szerződést legyen, tűzszüneti megállapodásra és békeszerződést legyen. Ugyanezt tette a héten a NATO vezetőknek a csúcs találkozóján, amelyen ráadásul a világ vezető nyugati demokráciáinak a többsége, vagy döntő többsége, legbefolyásosabb szereplői, Kanada, Ausztrália, azt hiszem Dél-Korea, Japán, stb. Is jelen volt, és ezekkel a NATO általános elveivel egyetértett. A NATO elvei megegyeztek az unió megszólalásával, ugye ott kiegészítette meg a katonai doktrináját, megkívánja változtatni, Oroszországot ellenségnek tekinti, a demokráciát veszélyeztető, és a NATO-t és a nyugati demokráciát veszélyeztető államként kívánja nevesíteni. Orbán Viktor ott ezt az uniós álláspontját szintén megerősítette, magyarul ami az ő álláspontjából, a megszólalásából kimondható, egyedüliből kimondható, az az, hogy ő úgy gondolja, hogy tűzszüneti megállapodást kell kötni, és Ukrajnának kompromisszumokat kell kötni, de teljesen egyértelmű, hogy Oroszország számára az egyetlen elfogadható kompromisszum a területszerzés. Ja, Orbán Viktor azt mondja, hogy nem, a világnak helyre kell állnia, az egészében a békének helyre, akkor a gazdasági visszaesés, meg válság az jelentős mértékben enyhülni fog, vagy meg fog, egyáltalán meg is fog szűnni, mondja Orbán Viktor. Ezért ezt egy sívják Ukrajnának idézőben le kell nyelni a torkán. Oroszországnak is le kell nyelnie, hogy mondjuk nem fogja egész Ukrajnát az érdekszférája részévé tenni. Tehát az Európai Unió 27 tagállamából ma teljesen kiközösült. Az orosz agresszió szempontjából teljesen elkülönült és különállóvá vált Orbán Viktor álláspontja, tehát a 27 tagállamból 26 felfogása és az a követendő út, amit az Európai Uniónak követnie kell, az eltér attól az egytől, aki ezzel szembe megy, Orbán Viktorétól. Ez most a NATO-ban megismétlődött. Nem vétózott ugyan a NATO-ban Orbán Viktor, tehát ugye nem vétózott, de kijelentette, hogy fönntartja az ez irányú jogait, és a 37 NATO tagállamból 36-tal megy szembe. Korábban még elmondhatta ugyanezt a vétózási felfogását, még úgy adta elő két héttel, három héttel ezelőtt Orbán Viktor, hogy nem ő fog vétózni, csak támogatja Törökország követeléseit, és vagy Törökországot azt, hogy jogosnak tartja. Törökország visszavonta a vétóját. Tehát a 5-2-ből 36-1 lett. Mert Törökország belátta, hogy ezt nem teheti meg. Ez egy agresszió. Ezzel szemben fel kell lépnie.
Tehát Orbán Viktor és a magyar kormány a NATO-ban 1-36-ot játszik, az Európai Unióban pedig 1-26-ot játszik, és a magyar nemzeti médiában azt teríti az egész országban, hogy nekünk van igazunk, mi fogunk nyerni. A pápának nincs igaza, a kereszténységet Orbán Viktor tudja megmondani, mert Orbán Viktor egy zseni. Ugye, az emberi jogok egyezménye, évtizedes megállapodása, az nem jó. Ugye, mert az emberi jogok egyezményét minden nap megsérti Orbán Viktor és Lakai kormánya. Ugye, ez a szembemenésre utal az én mondatom, és az, ennek a gondolatnak a záró része is nagyon fontos záró része az, hogy nem értem, hogy hogy lehet ekkora támogató tábora még mindig Orbán Viktornak. Ez hogyan fordulhat elő? Korábban mindig vallottam, hogy hál' Istennek a politikai vezetéssel van ebben az országban gond, mert nem a társadalmat lehet lecserélni, csak a, sokkal könnyebb lecserélni a társadalmat nem lehet lecserélni, és sokkal könnyebben lehetne, vagy kellene tudni a kormányt lecserélni, a politikai vezetést lecserélni. De hát én értem, magam írtam először, mutattam rá, hogy a magyar, az a diktatúrikus tevékenység, amit Orbán Viktor végez, amely megszerezte a kommunikáció feletti hatalom szinte kizárólagosságát, és megszerezte a jogalkotás feletti hatalom teljes kizárólagosságát, mind a kettő a diktatúrának nagyon fontos eleme, abban a helyzetben tartja ezt az országot. Abban a helyzetben tartja ezt az országot, hogy az emberek a saját érdekeik felismerésére nem képesek, illetve az emberek nagyon nagy hányada a saját érdekeinek felismerésére nem képes, mert megtévezték őket. De azért ez egy nyitott világ. Nagyon nehezen értem én meg, hogy amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy az ellenzék oldalán van csak az a megoldás, hogy adót fog emelni, elvonásokat fog alkalmazni, ugye, szíve. Ez a baloldalnak, illetve ugye baloldalként nevezheti a teljes ellenzéket, ez a baloldalnak a sajátja, megszorításokat fog alkalmazni. Majd megnyeri kétharmados mandátum többséggel, szerencsére azért még nem támogatottsági többséggel, megnyeri a választásokat, nem telik el 2 hónap, és minden idők legnagyobb adóelvonás többletét, ezáltal a társadalom megszorításának, eddig az elmúlt 3-4 évtized legnagyobb megszorítását vezeti be. És most vasárnap az önkormányzati választáson szintén elviszi a kétharmadát a jelenlévő választóknak a választásának. Azért ez egyre nagyobb társadalmi felelősség. Egyre nehezebb nekem kimondani, hogy a társadalom bölcs és okos, és a társadalomnak nem kellene megváltoznia. A társadalomnak istennie kéne ahhoz, hogy Orbán Viktor és maffia kormánya egy bűnszövetkezet ebből az országnak a politikai és hatalmi hatalmi vezetéséből kényszerüljön távozni. Söndő László kérdező, hogy a kúria mikor dönthet a Questor károsítettet beadványával kapcsolatban. Itt ugye annyit el kell mondanom, mert ez egy szélesebb körnek szóló Facebook beszélgetés, hogy a legnagyobb magyar Questor Budakest, tehát a 2015-ben csődbe ment 3 brokerné cég legnagyobb csoportosulását, ez több mint 1650 érintettet jelent, az én szakértő irodám képvisel a magyar állammal, a Nemzeti Bankkal és az állami számvevőkkel szemben egy egészen különleges eljárásban. Most a kúria előtt van ebben a körben,
a fővárosi törvényszék, majd a fővárosi ítélőtábla döntésével szembeni felszólalásunk, amelyet követően lehet az Európai Unió Bírósághoz fordulni, amennyiben a kúria, és ebben nem egyáltalán vagyok biztos, megerősítené a nyilvánvalóan a magyar és nemzetközi jogot sértő törvényszéki és ítélőtáblai döntést. A válaszom Lászlónak az, hogy a kúria szokásjog alapján, és itt a szokásjogot azt kell, hogy mondjam, hogy szinte kivétel nélküli, tehát hirtelen kellene kivétel mondanom, nem tudom ilyet mondani, egy éven belül, általában 6-8 hónapon belül dönteni fog. Miután ezt tavasszal adtuk a kúria felé ezeket a beadványainkat, várhatóan ez ősszel, késő ősszel, szinte biztosan meg fog történni. Garantálni nem tudom. A kúriára vonatkozó olyan törvényi kötelem, hogy mondjuk mennyi időn belül kell dönteni, olyan nincsen. De én azt hiszem, 5% eséllyel, éppen ma beszéltem az ügyben partner, ügyvédi iroda vezetőjével, dr. Szabolcs Péterrel, hogy egy 5% esélye talán van, hogy a nyári ítélkezési szünet az július 15 előtt esetleg ez megszületik, de nem valószínű, lehet, hogy nincs 5, csak 2. De annak, hogy idén megszületik, annak 95. Tehát az ítélkezési szünet az augusztus 20-a környékén zárul, és ez ősszel valamikor meg fog történni. Én inkább októbert, és nem pedig november, decembert becslem. Ez az én becslésem, valószínűsítem, tehát a válaszom azért remélem így elég konkrét, de hogy esélyegyelgált garancia az természetesen nincs rá. Ide Sándor kérdezi, hogy mivel lehetne kikényszeríteni a jelenlegi hatalom képviselőiből a békés változást. Nem tudom, mit ért a békés változás alatt Sándor. A társadalom egyébként ki tud kényszeríteni dolgokat, tehát a társadalom ki tud kényszeríteni dolgokat, és azt kell mondanom, erről nagyon sok csütörtök esti beszélgetésemben vonatkoztam, mondtam, hogy igazán mi az, ami egy társadalmi robbanást okoz, azt nem tudom. Annak idején jelentős szerepet vállaltam, azt hiszem 1992-ben a taxis blokkáddal elnevezésű, de amikor a társadalmi robbanás betörtént, akkor a tiltakozókban a taxisok aránya nem érte el a 2-3%-ot, ez bizonyítható tény, iszonyú sok tévéfelvétel, légifelvétel, minden van rajta, hogy a tollaszokat, az útzárakat biztosító között 1-2% volt már csak a taxis, de nem baj ez, mert valóban ők robbantották ki, az ő első felszólalásuk mellé állt oda a magyar társadalom. Hogy mi lesz az a felszólalás, vagy mi lesz az az esemény, amely mondjuk a magyar társadalmat ma megmozdítja, nem tudom. Nem tudom, mert a taxis blokád idején lévő problémának a többszöröseivel találkoztunk, sokszorosáival találkoztunk az Orbáni rezsim elmúlt 12 évében, de akár az utolsó egy évében, vagy két évében. Tehát estandól embereket hozt meg a vagyonuktól, törvényt alkot rá. Ugye Orbán Viktor, és ugye hivatalosan, és a kormánya. De hát péntek reggelenként tudjuk, hogy a következő kormányülésen hogy fog dönteni, és Orbán Viktor ma már semmilyen korlátot nem állít maga elé, a beszédjére sem figyel. Tehát ugye péntek reggelenként azt mondja, hogy így döntöttem. Ugye? Éltem a felhatalmazással, és kihirdettem a rendkívüli vészhelyzetet a szomszédban lévő háború kapcsán, kihirdettem. Tehát nem érti, hogy egyébként ez a felhatalmazás, ami jogsértő, és minden egyéb, tehát a megalkotásában teljesen ellentétes az alaptörvény és az emberi jogok egyezményével, de ezt most tegyük, ő mitán kizárólagos jogot gyakorol 2013
március 25-e óta, az alaptörvény negyedik módosítása óta nincs olyan testület, amely fölül tudja bírálni az ő alkotmányos jogalkotási beemeléseit, mert az alkotmánybíróságot ettől a negyedik módosítással megfosztotta. Tehát ez minden törvénytelen, de még ez is a magyar kormánynak ad felhatalmazás, hogy rendeletekkel kormányozzon, és nem a miniszterelnöknek, csak úgy megjegyzem. De a szó használatában Orbán Viktor ilyen kicsiségekre már nem figyel oda. Tehát ugye ebben nem tesz. Úgyhogy számtalan, mondom, a taxis blokádban kilobbant társadalmi felhódulás, amely egyébként, ha eszkalálódik, képes lett volna elsöpörni az Antal kormányt, csak nem tudjuk, hogy milyen társadalmi következményekkel járt volna, nagyon röviddel a rendszerváltás után, úgyhogy én a kor szemüvegét felvéve ma is úgy döntenék, hogy ezt a fajta, az olyan szintű robbanást, ami elsöpje a kormányt, az helyes volt megállapodással megakadályozni egy több mint 8-10 órás érdekegyeztető tárgyaláson. Tehát ez volt. De ennél ma sokkal erősebb dolgok történnek, elviszik az egyetemeinket, 1000 milliárdos közvagyont ad át, sok 1000 milliárdos közvagyont a saját NER érdekszférájának, a saját magánalapítványaiknak, ugye 35 évre az autópályáinkat, ugye az szívem majd talán erre kérdés vagy nem kérdés kapcsán visszafogok még külön is térni, és nem robban ő a társadalom. Nem robbant be annak ellenére, hogy Orbán Viktor 26-1-je, vagy 1-26-ja az Unióban, és az 1-36-ja a NATO-ban egyenes úton vezethet ahhoz, hogy Magyarországot Orbán Viktor joga megvan rá, ezt a jogot magának megalkotta, hogy a Magyarországot a NATO-ból kivigye, és az orosz érdekszférába tegye be, és megvan a jogi felhatalmazás, hogy Magyarországot az Unióból kivigye, és az orosz társuláshoz, vagy gazdasági, vagy minden, a diktatúrák összeállt, Lukasenkóhoz, stb. Ez csatlakoztassa Magyarországot. És ennek ma nem csak az a veszélye van, nem az van, hogy megteheti, hanem ebbe az irányba hallad. Orbán Viktor megszólalásaiból ezek kiolvashatók. Lakájai már elejtegeti, hogy az kormány föl van készülve akár egy unión kívüli megoldásra is, és arra is, hogyha az uniótól Magyarország hosszú távon sem kap pénzt. Csak hogy az orbáni hatalmat azt tartja az unióban. Az a saját érdek, hogy az uniótól iszonyatosan sok pénz érkezik, és annak ellopja a kétharmadát, az valami hihetetlen vagyoni és gazdasági hátteret biztosít neki, és az ő hűbérrendszerének biztosít, és még maradhat is egy kicsi, amit a magyar társadalomban úgy ad el, hogy mennyire fejlődünk. De ha nem, tehát hogyha az uniós pénzek nem érkeznek, akkor a magyar gazdaság és társadalom GDP nem növekedni fog, hanem csökkenni. A magyar emberek érezhetően szegényedni fognak, tehát nem jön a pénz, amit érdemes ellopni, ami érdemes betartani, ugyanakkor az unió állandóan zaklatja Orbán Viktort az emberi jogok betartásáért, a jogállamiságért, vele szemben döntéseket hoz, elmarasztalja az egész éve, tehát számára egy diktatórikus, egy nyíltan elfogadott autark, egy személyre épülő rendszer, az ő hatalom gyakorlásához sokkal jobban illeszkedik, csak ma még a pénzügyi érdeke azt mondja, hogy kössünk kompromisszumot, mármint úgy, hogy én kialakítottam, hogy az egyszemélyes hatalmat gyakorlom, de kommunikálhatom, hogy én maradtam az unióban, mert szerintem ez demokrácia. És itt jogállamiság van. És mi teljében a társadalom többségének támogatásával vagyunk hatalmon. Nálunk az ellenzéknek nagyobb sajtója, média hatalma van, mint nekünk. És a média ellenszéllel szemben kaptuk ezt a hatalmat. Nyílt hazugság, mindegyik nyílt hazugság ugye az részében, de ma még a pénzügyi érdeke miatt ezt képviseli. De ha nem tudja képviselni ezt a pénzügyi érdekét, akkor, és ez bebizonyosodik számára,
hogyha nem változtat, már pedig nem tud változtatni. Ez egy nagyon fontos elem. Tehát ugye az meggyengíteni a hatalom gyakorlását, jelentős mértékben ellehetetleníteni a diktátori fellépését. Ja, részével. Ha nem tud, akkor ezeket az akadályokat a diktatúrikus fellépésben unión kívül sokkal nyugodtabban gyakorolhatja. És ez egy út, amire Orbán Viktor már régen rálépett, de az unió nagyon sokáig tűrte. Most nem tűri, ezért Orbán Viktor előbb-utóbb válaszútra megy, és a válaszút esetén az unió és a NATO-n kívülség neki jobban megfelel az érdekeinek, jobban megfelel. Orbáni hatalom számára. Ez jobb az irányba megyünk. És vasárnap igaz, hogy irtózatosan alacsony részvétel mellett, mert annyira kiábrándult az ellenzék, illetve megtévesztett, és annyira megtévesztett a társadalom, de a hű orbánisták elmentek, és mégis ebből a szempontból legálisnak mondható eredmény, hogy a kisebb területeken is, ahol ismerik az emberek a jelölteket, a önkormányzati helyeken is, ahol elindult a Fidesz-KMP, minden lebukott választási hazugsága ellenére elvitte a kétharmadot. Ugye ezt ugye a napokban a azonnali kérdések és válaszok órájában Orbán Viktor el is mondta. Készíteni akartam a mai napra egy filmet, ahol a válaszait kivágom, mert ugye ez a másfél nem arról szól, hogy a közel egy órás időintervallumot én most egy az egybe bejátszam, de a válaszai nagyon érdekesek. Hittem szerint a jövő héten ezt a körülbelül 8-10 perces vágást, ezt ki fogom tenni. És akkor csak egyet ugye előrevéve, hogy Orbán Viktor ma már tényleg a belső tudata, és semmi nem tartja vissza, nyíltan fenyeget. Tehát nyíltan fenyegeti, hogy amilyen a fogadj Isten, amit ön szán nekünk, azt fogjuk önnel tenni, mondja Orbán Viktor az egyik kiragadott válaszában. Tehát aki azt mondja, hogy ez egy maffia kormány, és önöknek el kellene takarodni, mert ez az álláspontja, azoknál azt mondja, hogy én a hatalmat gyakorló, a hatalmat fel fogom arra használni, hogy ön eltakarodjon. Ön ugyanis nem tudja velem szemben, mert én nem gyakorló, mert hogy ön nem gyakorolja a hatalmat. De én képes vagyok rá. Tehát ha ön szóban azt mondja, hogy nekem így kellene, hogy végződjön, akkor én föl fogom használni a felhatalmazásomat, mondja ő, és a hatalmamat arra, és a fél, hogy önnel az történjen, amit ön nekem szán. Ezek már nyílt fenyegetések. Van egy képem, pillanat türelmeteket kérem, ha egyszer sikerül a képemmel a másik kameraállásomat beállítani, itt van, és akkor ezt én most föl is nagyítom nektek, amelyben azt mondom, hogy az Orbáni válaszokat meghallgatva, tényleg úgy gondolom, korábban egyszer, tehát több hónappal ezelőtt volt velünk szemben egy olyan kérdés, hogy mi a véleményem arról, hogy nem szíjhártyai betege Putyin, de ami a konkrét kérdés volt akkor, hogy Orbán Viktor. És azt mondtam, hogy Orbán Viktort inkább gazembernek tartom, de hát hordoz magán a hosszú hatalomgyakorlás kapcsán, meg a hatalomgyakorlásában ugye félelmet keltő dolgok is voltak. Hát Orbán Viktor április 3-a előtt hónapokon keresztül egyértelműen látszott rajta, hogy fél a hatalomvesztéstől. És ennek nagyon sok jele volt, a beavatkozások, a nyilatkozatai, a saját érdekeit is sértő pénzszórás, tehát amitől utána ilyen a legnagyobb megszorító csomagot kellett bevezetni a Magyarországon, nem hosszú idő után, hanem 2 hónappal a választás után, ugye az egész éve. Látszottak rajta ezek a félelemjegyei is,
Tehát azt fejezte, a félelmét jelentette azt is ki, hogy a közvagyomból még sokkal több ezer milliárdot átadott a saját ellenőrzési körébe. A szerceiben az utolsó hetekben, hónapokban, napokban. Úgyhogy én azt hiszem, hogy amikor már az jön elő Orbán gondolati köréből, hogy Varga Mihállyal beadatja a parlamentbe saját a törvénybe, hogy a miniszteri biztosaink főispánok legyenek, a megyéinket vármegyéknek nevezzük át, azaz felség, Orbán Viktor felség megszólításában, hogy belátható időn belül a miniszterelnököt felségnek kelljen szólítani, és a miniszterelnökkel szembeni kritika az felségsértés legyen, de ha úgy tetszik, akkor mit tudom, a hazaárulásnak minősüljön, ez be fog következni. Orbán Viktor ezen az úton megy, mert a saját szihéje már a szihátja irányába viszi, és talán számtalan olyan jegyet meg is jelölt, amelyben azt mondja, hogy már tudati állapotának egy része oda meg is érkezett. Ezt mindenképp ugye szerette volna e körben betenni, tehát megfogalmazni. Márton Erzsébet kérdezi, hogy Erdő Péter születésnapján a Karmelitai Kolostorban ünnepelték. Orbán nagyobb méltóság, mint a bíboros? Mert úgy tűnik, hogy ő ment Esztergomba köszönteni. Mert ezt most megmondom őszintén, hogy nem nagyon értem. Mert az, hogy elment Esztergomba Erdő Pétert köszönteni, abban önmagában nem lenne semmi baj, de a Karmelita Kolostorban nem Orbán Viktort ünnepelték. Lehet, hogy ezt most rosszul tudom, nem tudom az egész évet, de Orbán Viktornak nem Erdő Péter a vetétársa, Orbán Viktor rendszeresen a római pápát bírálja fölül. Ugye ez az elmúlt években számtalanszor megtette, hogy a kereszténységet, hogy Orbán Viktor védi, és a kereszténységnek iszonyatos károkat okoznának, ha Orbán Viktor nem védené a keresztény Európát a pápai intelmekkel szemben is, vagy szembe menve is. Szent Miklós Edit írja, hogy a 36-1, igen, NATO, ő még lehet, hogy a NATO, 27-1 az Európai Unió, igen, megfejtette, gondolom azért írta le ezt nem olyan régen, mert akkor még nem árultam, vagy akkor nem volt jelen, amikor az elején elárultam ennek a megoldását, de így van. Tehát így van, és ugye ez azt jelenti, hogy ugye, szintén politikai elemzők rendkívül módon, tehát túlzott visszafogottsággal még ma is úgy mondják, hogy a magyar kormány az Unióban, vagy a NATO-ban, most ugye legutóbb a NATO korában, azért az NATO nem volt ennyire szem előtt ebből a szempontból, hogy az elszigetelődés útján halad. Orbán Viktor nem halad az elszigetelés útján, Orbán Viktor az Európai Unióval és a NATO-ban is teljes mértékben elszigetelődött. Tehát Orbán Viktor és kormánya. Az Európai Unió és a NATO is keresi azokat a jogi megoldásokat, mert nem akarja a saját jogi vállalásait felülbírálni, ugye egészében, de keresse azokat a jogi megoldásokat, hogy Orbán Viktor elszigetelődése ne csak egy országpolitikai elszigetelődést jelentsen a közösségen belül, hanem elvonja tőle azokat a lehetőségeket, hogy akadályozza a NATO politikai működését és szakmai katonai működését, védelmi rendszerét ne gyengítse, és hogy ne tegye lehetővé, hogy az uniót gyengítse.
Tehát az unió törekvéseit gyengítse, az teljesen elszigetelődött álláspontjával. Keresik a megoldást. Az uniónak egy van azért erre megoldása, nem egyszerű, de van megoldása. A hetes cikke, ez is a hét egyik történése. Ma nem egy, nem kettő uniós vezető, talán a belgák, talán a hollandok szinte biztosan, stb. Vetették föl a közelmúltban is, és esetleg már a hollandok korábban is, ugye, és számtalan európai vezető közös nyilatkozatot adott ki, hogy tessék a hetes cikket tárgyalni, és az unió elé hozni, hogy megvonják Magyarország szavazati jogát. Ez a teljes elszigetelődésben egy teljes megoldás. Egyetlen vétót sem tudna Orbán Viktor ezt követően venni. Tehát azért az uniónak van ilyen lehetősége, és amikor megvonta Orbán Viktor szavazati jogát, akkor életbe léptethetőek azok a uniós megállapodás korszerűsítések is, ja, egészében, amely nagyon erősen bekorlátozza, hogy mikor és csak és kizárólag milyen módon és okkal lehet vétót gyakorolni bármelyik tagállamnak, bármelyiknek, kicsinek, nagynak, bármelyiknek, ugye, hogy mikor lehet vétót gyakorolnia. Tehát, hogy az ne fordulhasson elő, hogy mondjuk az Európai Unió költségvetését egyéb Orbán Viktor egyébként elfogadná, de a vele szembeni szankciót a jogállamisági kérdések kapcsán, ahol nem kell vele szemben az egyhangú határozat, ott azt mondta, hogy amíg ott ő nem kap engedményeket, addig a költségvetést vétózni fogja. Lehet, ezt nagyon könnyen lehet szabályozni, hogy ilyen lehetőség ne legyen. Tehát valamely területet, amit bekorlátozom, hogy csak azt a kerületen korlátozni lehet, ott is le lehet írni, hogy mik azok az elemek, amelyek ha és amennyiben fennállnak, és bizonyítani tudja valaki, hogy az ellehetetleníteni az ő nemzetállam, tehát az adott nemzetállam életét, miközben a többiekét nem. Tehát, hogy az ő esete különleges. Ezért ezt egyhangúan nem lehet ránézve kötelezően elfogadni, ott ne vétózhasson. Az Európai Unió előtt ezért most ebben a pillanatban ez a lehetőség, ez az út fönnáll. A NATO-é kicsit könnyebb is, meg kicsit nehezebb is. A NATO-ban is vannak vétójogok, ugye Törökország ezt próbálta alkalmazni, hogy bizonyos előnyöket szerezzen, de azt mondták, hogy a bizonyos előnyök csak konkrétak lehetnek, és mondd meg, hogy hol, és nem mondhatod azt, hogy például kapjál pénzt, hanem csak azt mondhatod, hogy azért vétózod, mert a nála terrorista szervezetként nyilvántartott kurd munkáspártot a két csatlakozni kívánó ország támogatja. Ugye, de nem csak támogatja, hanem tűri is, tehát menedékjogot ad ugye az ő számukra. A megállapodás az volt, hogy abban, hogy kinek ad menedékjogot, abban Erdogan elnök, ha szeretnél, ha nem, nem szólhatsz bele. De hogy egy csatlakozó uniós ország effektíve támogatást, állami szintű támogatást, tehát csak állami támogatást ne adjon a munkáspártnak, aki nálad és nem, az unióban nem is egyedül, tehát az unió több tagállamában terrorszervezetként van éppen a tettei miatt nyilvántartva, ebben követelhetsz, ez konkrét, és ezt a finek és a svédek el is vállalták, ezért a konkrét ügyben, a valóban a számára fontos ügyben megállapodás született, és a vétótól vissza is kellett lépni. De azért azt tudnunk kell, hogy a NATO-ban, vagy a CIA, tehát vagy az FBI nemzetközi szervezetében, de az unió titkosszázi szervezeteiben is a legkényesebb adatokat Magyarországnak már hivatalosan nem adják át. Mert Magyarországot éppen az Oroszországgal lévő szoros szövetsége, vagy az orosz képszervezeteknek Magyarországon uniós működési mozgástere szabályokat biztosít. Tehát az unión belül engedi, hogy a tevékenységüket
végezze. Ezt olyan kockázati tényezőnek teszi az összes ebben a nemzetközi szervezet, hogy a kényes adatokat Magyarországnak nem adja át. Tudják, nem egy széles társadalmi kérdés, bár az egész széles társadalomra meghatározó fontossága van, de nagyon nehéz az egész társadalommal ezt pontosan rámutatni, hogy emiatt te tiltakozzál, tehát hogy elmagyarázzál. De a magyar biztonság, tehát a magyar nemzeti biztonság az az, hogy kirángatja esetleg háborúba Magyarországot. Ott meghatározó fontosságú, hogy mondjuk akár csak a magyar biztonságpolitika szakszerű felépítése számára nélkülözhetetlen nemzetközi titkosság kényes adatokat, ha nem kapjuk meg, nem tudjuk a legjobb biztonságpolitikai felkészülési tervet kialakítani nemzetbiztonsági kérdésben. Márpedig egy nemzetbiztonságot alig ha lehet nagyon hátrasúrolni az ország legfontosabb kérdései között. Úgyhogy hát ezek várhatóak, ezeket lehet látni, és ezek rendkívül fontos elemek. Márton Erzsébet kérdezi az előző, hogy Erdő Péter 70 éves születésnapját ünnepelték. Az én, hogy a kérdést olvastam, de ilyenkor nem tudok nagyon pontosan koncentrálni, akkor abban az van írva, hogy Erdő Péter születésnapját a Karmelita kolostorban ünnepelték, a másik mondat pedig az, hogy Orbán Viktor ment el Esztergomba. Azt hiszem, hogy a kettő nem egy helyen van, az egyik a várban, Budai várban van, a másik Esztergomban van. Hol ünnepelték? Mert ha a Karmelita kolostorban, a várban ünnepelték Erdő Péter születésnapját, az izgalmas, ha Orbán Viktorét ünneplik ott, az annak van magyarázata, én nekem forog tőle a gyomrom, de annak van azért politikai, lehet annak politikai tradíciója. Elnézést kell kerületnek, le fogom tisztázni, vagy ha kapom úgy a kérdést, hogy megértem, de nem értem. Tehát ebben a filmben nem értem, de lehet, hogy minden tökéletes, csak én ebben a beszédközleti olvasásban vagyok egy kicsit ügyetlen, ez természetesen egy lehetséges válasz. Tudják, nagyon érdekes volt a hét Orbáni beszédében, tehát az azonnali kérdések válaszában. És erre is mondtam a társadalma felelősségét. Hogy Orbán Viktor erről beszélt. Az elmúlt hetekben bejelentett egy olyan megszorítási csomagot, hogy beleállítottak állami beruházásokat. Ha leállítják, akkor azok a megrendelések nincsenek ott a piacon. Miután nagyon sok közül olyan, amit nem szabad volna megvalósítani, még bizonyos mértékben számomra öröm az örömben, de ha csak a Orbáni felfogásból nézzük, vagy a megszorítás oldaláról, hogy 1000 milliárdokat, tehát talán közel 2000 milliárdot elvon az önkormányzatoktól, elvon a minisztériumoktól, ugye, és leállít beruházásokat, ezek Magyarországon munkahelyeket jelentenek, az ott dolgozóknak jövedelmet jelent, mert az egész beruházás, minden gazdasági tevékenység végén mi állunk, tehát az emberek állnak, ugye, részében. És hogyha kevesebb embernek van munkahelye, magas jövedelme, a munkahelyhez fűződő biztonsága, keresete, stb. Vásárlóereje, az az ő számukra megszorítást jelent. De ennél sokkal nyíltabb megszorítást jelent, amikor a gazdaság szereplőitől extra profit adónak nevezve, most nem akarok megint így elmenni az utcákban, tehát elmondani, hogy valamit, aminek semmi köze az extra profithoz, bár megint ugyanannak nevezte Orbán Viktor, és megismételte a gazdasági miniszter teljes közgazdasági alkalmatlanságát, hogy azok az intézkedéseket, amit hozott, azok extra profit adók, sem egyetlen egy elvonásának sincs köze extra profithoz. Némelyik meg teljesen egyértelműen ellentétes, mert veszteséges cégeknél extra légitársaságok, extra profitról beszélni, ez egyszerűen tehát vagy aljasság, vagy a teljes hozzátétés hiánya. De mindegy, extra profit adóról beszél. Semmi köze az extra profithoz, de ha lenne, akkor is adóról beszél. A gazdaság szereplőinek
közgazdasági értelme is teljesen mindegy, hogy a nála felmerülő költségeket adónak hívják, vagy bérköltségnek hívják. Ja, a munkavállaló szempontjából nem mindegy, de a gazdasági szereplő számára teljesen mindegy, hogy melyiknek hívják. A lényeg az, hogy azért végzi a gazdasági tevékenységét, mert úgy látja, hogy a piacon a költségeit érvényesíteni tudja, és emögött még nyeresége is marad. Ugye egészében. Ezért semmi másról nem lehet szó, ha kivetnek rá egy extra adót, mint hogy ezt az árában mindegy költségtényezőt nem is tehet mást, érvényesíteni fogja. Amely áremelkedéshez vezet, és amely inflációhoz vezet. Ugye nem háborús inflációhoz, hanem Orbán Viktoros inflációhoz vezet a részében. Ezért az megszorítás, és ő továbbra is belenéz a képernyőbe. A válaszait még egyébként a közszolgálati televízió is közvetíti. Tehát még a társadalom számára azt sem mondhatom, hogy ezt a média eltitkolja. Az más kérdés, hogy olyan kommentárokat tesz elő, a miniszterelnök egy zseni, és a válaszaiban jól megmondta az ellenzéknek. De elmondja, és az emberek bemennek a boltba, és 30%-os élelmiszer áremelést látnak. Ugye? És ennek a 30%-ból mondjuk 15-20-nak az orbáni gazdaságpolitika és az orbáni adóelvonások az okai. Teljes egyértelműen, nyíltan közgazdaságban, minden oldalról levezethető. De, és ő elmondja, hogy ő nem emel adót. És akkor elmondja azt, hogy a magyar embereken, a ellenzéki képviselők eljárnak az országba bárhol, csak boldog embereket látnak. És a magyar társadalomban lévő rémült emberek, akiknek egyébként szintén kutatások, uniós kutatások mutatják, hogy rohamosan romlott most a jövőképük, tehát hogy bizonytalannak látják a jövőjüket. Európában az egyik legbizonytalanabbul látják a jövőket. Orbán is azt mondja, hogy te, ha engem hallgatsz, akkor lehet, hogy te félsz, és úgy látod, hogy most rossz neked, de ez a te személyes problémád. Te egy kivételes eset vagy. Mert bárhova mész az országban, mások megtalálták a megoldást, és boldogok, mondja Orbán Viktor, bele a képernyőbe. És elmondják, persze, hogy azok, hiszen átlagosan 16%-kal, mondja ő, emelkedett az embereknek a bére. A pedagógusok követelése is jogtalanok, mert hogy ők elvállalták, és meg is teszik, hogy 10%-kal emelik a pedagógus bért. De hát egy picit álljunk meg. A 10%-os béremelés, a 16%-os béremeléssel szemben van egy 11%-os infláció. Tehát ez már a bérekkel szemben is, tehát a bérek esetében is, már csak azt mondja, hogy valahol ott még 5-6% átlagosan több maradt nálad. Ez igaz? Ez a része igaz? Lehetne elnézést, tehát így pontos a fogalmazás, igaz lehetne? Ha mondjuk a forint árfolyama nem romlott volna több mint 10-15%-kal, márpedig Magyarországon a termékek és a szolgáltatásoknak több mint 50%-a importból származik. Tehát ezentúl, ha bármilyen nyitott kapcsolatod van, akár itthon vagy, és itthon veszel valamit, ami importból származik, akár ha elutazol, ha nyaralni mész, akkor a pénzed az infláción túl további 15%-kal, a forint árfolyam visztése miatt további 10-15%-kal gyengült. Tehát ami egészen biztos, hogy ha te abba a szerencsés körbe tartozol, hogy a béredet valóban fölemelték 16%-kal, az életszínvonalad romlott. Nem kicsit javult, hanem romlott. Az a több mint 2,5 millió nyugdíjas,
akinek a jövedelmét kizárólag az inflációval emelik föl is. Azt is utólag. Tehát még mindig csak 8-9%-nál tart ez az emelés, amit ilyen, hogy júliusban fogunk megkapni, tehát ugye még nem kap, júliusi nyugdíjat fogják a nyugdíjasok megkapni, az egész évvel. Az ő számára hitelez az inflációban, és az infláció az emelésénél nagyobb. Tehát nem úgy emelkedett bármilyen szinten is az életszínvonal, hanem ebben a pillanatban is látványosan romlott. A tanárok nem a piaci átlag 16%-ás béremelést kapják Orbán Viktortól, hanem majd 10%-ot fog megkapni. Na de az infláció ma már 11-12 és 13-14-nél, az én szakmai becsésem szerint 14-15-nél a valós infláció fog az ebben az évben megállni valahol. Tehát ott lesz, ott fog tetőzni. Ezért, de már ma is igaz, hogy nemhogy nem kaptak béremelést, hanem reálbér csökkenésük van. Az év hátra részében minden hónapban egyre nagyobb reálbér csökkenésük van. És mert jövőre is 10% fölötti infláció várható, mindegy, hogy mi van a költségvetésben, mert ezt már minden szakmai szervezet, még a Nemzeti Bank is nagyjából beárazta. Ezért, ha jövőre is csak 10%-ot kapnak, és ez a helyzet nem javul jövő utára, sem a 3x10%-ra, akkor nemhogy arról a helyről, amiből elindulva a politika, még a Fidesz-KDNP minden vezető politikusa is, kormányinfó Gulyás Gergely, Orbán Viktor is azt mondta, hogy ez egy méltatlan helyzet, és ezzel javítani kell, a 3-10%-a az a romlásnál kisebb lesz, azaz nem javul a kiinduló bázishoz képest, hanem romlik. Ezt egyébként tényszámok is bizonyítják. Ugyanis a pedagógus átlagbért, ugye a pedagógus mind diplomás, a magyarországi diplomás átlagbérhez lehet viszonyítani. Ha a piacon 16%-kal emelkedik, a diplomások esetleg még van, mert többel is az átlagbér, ma a pedagógus átlagbér, aki diplomás, az a, úgy emlékszem, hogy 56-58%-ánál az Magyarország országos, tehát teljes diplomás állatlagbéréhez. És ez a százalék, hogy hogy viszonyul a diplomás állatlagbérhez, folyamatosan csökken. Éppen az előbb elmondottak miatt, és idén még rosszabb lesz, biztos vagyok benne, hogy le fog 53-54%-ra menni jövőre, ha nem változtat a Orbán bejelentett döntése, akkor 50% körülre fog menni. Miközben ez az Európai Unióban 70-80-85%, tehát az ottani közkárt, ugye persze minden szakszervezetnek idézőjelben vannak túlzott követelései is. A közszolgálati szakszervezeteknek is van, és itt most nagyon fontosnak tartom, hogy ne értsék félre. Mindkét körnek, a közszolgálati körnek is, tehát az egész közszolgálati körnek is, a pedagógus szakszervezet esetében is, az egészségügyi szakszervezetek esetében is, az ott dolgozók bére az ország helyzetéhez viszonyítva is méltatlanul alacsony. Tehát nem azzal nekem, hogy követelem a béremelést, abban semmi problémám nincsen. Csak ez a piaci szereplőkre is igaz. Tehát a piaci szereplőkre is így van. Ezért azt kell mondani, hogy amikor a követelés az nem úgy szól, hogy emeld a piaci szereplőkét is, és emeld a miénket is, hanem azt mondja, hogy emeld a piaci szereplőhöz, tehát a versenypiaci szereplőköz a béremet, a közalkalmazotti béremet, hogy azzal egy szinten legyek, az szinte sehol nincs úgy a világban. Mert ezhez képest van, hogy igenis a versenyszférában dolgozóknak a munkahelye veszélyeztetettebb. Hogy valóban kap-e bért, az veszélyeztetettebb. Amikor a pedagógusok számára mondjuk 10%-os béremelést elrendel a kormány, akkor az minden pedagógusra vonatkozik. A versenyszférában bekövetkezett bérnövekedéseknek, mert a versenyszférában dolgozók egyharmada
egyetlen forint bérnövekedés sem kapott az elmúlt fél év, tehát a 2022-es évben. Tehát őnáluk a 10% fölötti infláció több mint 10%-os reálbércsökkentést jelentett, mert az a versenyszféra. Tehát a versenyszférában lehet, hogy egy vállalkozás még nem zárta be a kapuját, de nem képes kitermelni az inflációs bér nagyságrendjét, ezért azt nem tudja biztosítani a dolgozóinak, és azt kell vállalnia, hogy vagy a dolgozó így is marad, és akkor vele együtt sínnemetben ugye jelentős reálbércsökkenése lesz, vagy elmegy ugye az adott munkáltatótól. Ez a fajta versenyszférai kockázat a közalkalmazotti szférában nem igazán van jelen. Ja, szíve. Ezért Európában és a világ szinte minden pontján a közalkalmazottaknak nagyobb stabilitást, biztonságosabb bérfizetést garantálnak, főleg a fejlett országok garantálnak, de a versenyszféra átlagfizetéséhez képest kevesebb. Na nem a fele. Tehát nem az 58%-a, és az is még romoljon, ugye részében, hanem mondjuk a 85. A 85-90 az magyarázható lenne, hát mondjuk egy állami, társadalmi vagy állammal szembeni szakszervezeti tárgyaláson valahol itt kellene mondjuk a kompromisszumot a szakszervezeteknek valószínűleg megkötniük, illetve talán pont a pedagógus szakszervezet vezetőinek hallottam a héten a nyilatkozatát, nagyon megindító volt. Majd megmondom ugye, hogy minek kapcsán nyilatkozott, de most kiemelek belőle egy pontot. Megkérdezték, hogy de milyen eszközük maradt tiltakozni. És azt mondta, hogy azért ők reménykednek. Tiltakozást meg akarnak hirdetni, mert reménykednek, hogy egyszer a társadalom felismeri, hogy ami történik az oktatás területén, az a társadalom egésze számára, a gazdaság számára is, már középtávon is rendkívül káros, nem lesz képzett munkaereje, a társadalom számára pedig a gyerekeitől vonja el a képzést, a megfelelő minőségű képzés lehetőségét, ugye? És még csak, nem is csak a tanárhiány van, hanem nem szaktanárok oktatnak, ez biztosan nem lesz megfelelő, és az egész életére kifoghatni a mai fiataloknak, tehát ugye bízik benne, hogy a társadalom felismeri ezt, és az ő korlátozott a törvények által egyébként alaptörvény és nemzeti jog és emberi jogi egyezményeket sértő módon korlátozott sztrájkjoguk felnövekedhet. Elburjázat, nem tudom, hogy mondjam, tehát megsokszorozhatja a társadalom magát, ha végre a társadalom ezt felismeri, és ők remélik, hogy ezt felismeri, és ők kérik is, hogy a társadalom, a gazdaság szereplők az, amely álljanak a pedagógusok mellé. Az ő nyilatkozatának ez a mondata is teljesen rendben van. Én nagyon régóta mondom, hogy a társadalomban Orbán Viktornak addig van lehetősége, amíg megosztja az egyes társadalmi csoportokat. Azt a robbanást vártam, amikor bárki is váltja ki, az egész társadalom csatlakozik hozzá. Csak az egyetlen gondolatom vagy problémám volt ezzel a hekszolással, hogy nem hallottam, hogy a pedagógus szakszervezet, amikor valamelyik gazdasági csoport, például a benzinkutasoknak a vagyon elkobzással azonos, nem az volt a probléma, hogy árszapkát rendelte Orbán Viktor, hanem az alkotmányos rend az azt mondja, hogy ha kötelezzelek téged, hogy nyitva tartsál, és egyébként a beszerzésed drágább, mint az ársapkám, akkor a veszteségedet azonnal meg kell, hogy térítsem, akár előre is, hogy tud finanszírozni a működést. Tehát amikor azt mondta, hogy köteles vagy, megbüntetlek, elveszem tőled a benzinkutadat, ja, az egész évben, és kötelezek, hogy te a saját vagyonodból finanszírozd a veszteséget, ugye mondta a rendelet, akkor ez vagyon megfosztása volt a benzinkutasoknak, utána pedig a kiskereskedőknek, ott még ez ma is fennáll,
ebben a körben, hogy tartaniuk kell olyan árucikkeket, aminek a beszerzés ára nagyobb, különben megbüntetik őket részében. Ezek vagyon elkobzások, és én nem hallom, hogy ehhez csatlakozott volna az egészségügyi szakszervezet, hogy így nem lehet az ársapkát bevezetni. A kormánynak kell az ársapka miatti veszteséget, a kiskereskedőknek, hogy a benzinkutasoknak, vagy az energiakereskedők, a kormánynak meg kell térítenie. Tehát nem, mert kedvezményezettjei, mert ugye nekik nincs benzinkutjuk, ők tanárok. És a tanárokként a benzinkutnál nekik jól jön az ársapka. Akkor is jól jön, ha a benzinkutasnak a saját vagyonából kellett ebbe betennie pénzt. Ugye az egyszerűen, hogy ezt ne veszítse el a benzinkutyát. Ja, részében. Tehát én azt várom, hogy amikor a társadalmi csoportok nem veszik föl a saját szakterületének a szemüvegét, és nem csak a másiknak mondják, hogy állj mellém, hanem felismeri, amikor a másikat fosztja ki az Orbáni kormány, és mellé áll. És akkor okkal várhatja, hogy amikor te tiltakoztál, mondjuk benzinkutasok, kereskedők, stb., akkor ott volt az egészségügyi és a és a pedagógusi szakszervezet is, és felszólított a tagságát, hogy ti is tiltakozzatok, ez a csatlakozó sztrájk, ugye az egész évben, hogy csatlakozzatok a sztrájkjákhoz, mert ha őket bántják, titeket is bántanak. Érezzétek ezt meg, és akkor számíthatnak arra, hogy amikor majd titeket bántanak, ők is mellé fognak állni. Ezt annak idején elmondtam, hogy a kamara vezetőinek, kaptam is nagy tudású emberektől, ugye ebben a körben én azért elég sok embert ismerek, egyfajta kritikát, hogy amikor a kamarát Orbán Viktor megfosztotta a vagyonának egy jelentős részét kutatóintézetétől, stb., akkor a kamara felhívást tett közzé, hogy a társadalom álljon mellé, a kamara elnöke is, ugye a kamara, álljon mellé, és ezt ne engedje meg, mert hogy ez milyen kihatással van, majd az ő életükre is. És akkor én azt mondtam, hogy teljes mellszételségem mellé állok. De évek óta kritizálom, hogy te, mint tudományos akadémia, miért nem állsz a kifosztott csoportok mellé? Hogy amikor úgymond közalapítványba átadod, beraksz több ezer milliárd közvagyont, és beadott, hogy a tulajdonos jogokat is a te emberekből összeállított kuratórium gyakorolja, tehát magyarul egy magánvagyonná válik, akkor ez összeegyeztetetlen az alaptörvénnyel. Az alaptörvényt a Magyar Tudományos Akadémia nem változtathatja meg. Ma már ugye 2013. március 25-e óta a alaptörvény összhangját a az Alkotmánybíróság sem vizsgálhatja, de ugye olyan szempontból, hogy utána lehet határozatot hozzon, de az Alkotmánybíróság előtt sincsen olyan, hogy egyébként az ott lévő alkotmánybírók kiadjanak egy alkotmánybírói álláspontot, hogy az az álláspontjuk, hogy ez a négyes alaptörvény módosítás, ez összeegyeztethetetlen az alaptörvény elveivel. Csak nincs jogunk megsemmisíteni, hogy a 4 és a 10-11 közötti beadott, hogy ezek alaptörvény módosítások egyike sem egyeztethető össze az alaptörvény korábbi és az emberi jogokat néző szabályaival sem, az alaptörvényen sem, nem az Európai Unió egyezményével és az emberi jogok egyezményével, hanem még Magyarország alaptörvényének alapvetéseivel sem egyeztethető össze. Nem tudjuk megsemmisíteni, de ki tudjuk mondani. Jogtudósok sokasága, önálló tagozata van a Magyar Tudományos Akadémiának. Mit írtja meg a számára, hogy elmondja ezt a véleményét? Nem tudja megsemmisíteni, de hogy erről, ez én tagozata, adjon ki állásfoglalást. Mert a Tudományos Akadémiának van jelentősége, még van
elismertsége, egyfajta tudósi testületnek van elismerve, akkor is, ha egyre több olyan tagja van, aki talán nem való ebbe a körbe, vagy akinek talán ebből a körből távoznia is kellene, de ezt most félreteszem, a döntő többsége valóban tudós ember. És miért csak azzal foglalkozik, amit őt érinti? Nem tudom. Az ügyvédi kamara? Nem tudom. Megőrizte a függetlenségét a kormánytól, ugye a részében a országos bírósági tanács, azon, tehát a bíróknak az országos szervezete, bár megpróbáltak megfelelő embereket benyomni az élére. De miért nem szólal meg? Ők is ma még a jognak nagyon magas szintű ismerői. Csak akkor szólalnak meg, amikor ügyvédi jogokat korlátoznak? Nem értem. Tehát én az részében, hogy ezt nem értem, ez nem szabad, hogy így legyen. Várom azt a pillanatot, amikor a különböző társadalmi csoportok felismerik, hogy bárki melyikünket bántják, mindegyikünket bántják. Csak érdekességként mondom, ez a NATO alapelve. A NATO azon az elven jött létre, hogyha bármelyikünknél egyetlen négyzetmétert is egy agresszor magáéval akar tulajdonképpen, nem csak magával akar tenni, megtámadja, tehát átlépi a határt egyetlen négyzetmétert is, akkor a NATO egésze és teljes hadereje az adott agresszorral szemben háborús helyzetet hirdet ki. És minden katonai erejével, tehát nem csak fegyverek szállításával, minden szükséges katonai erő fellép, és kiűzi onnan az agresszort. Tehát ha bárkit bántanak, azt úgy ítéli meg a NATO, hogy mindenkit bántanak, aki a NATO tagja. Ez egy számomra támogatott, és ez egy sikeres fellépés, ez egy sikeres szövetség ebben a közösben, ha egyébként kipöckölik maguk közül a piszkot, ugye? Mert az nem jó, ha ott van. Ugye? De ez egy sikeres megfogalmazás. Ezen az elven lépett föl, ez az NATO alapelve. Ugye? És ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv, amelyet egy társadalomnak ugyanígy kellene értenie és éreznie. Bárkivel szemben, az Orbán Viktorék egy-egy társadalmi csoportot megfosztanak, kifosztanak minden héten. Tehát minden héten volna rá ok, hogy a magyar társadalom egésze az Orbán intézkedést magával szembeni felhelyezések jogsértésnek és jogfosztásnak, vagy tulajdonfosztásnak tekintse, és egységesen fellépjen. Én várom ezt a pillanatot. Ez mikor következik be, nem tudom. Ha rajtam volna tegnap, de ugye az már nem lehetséges, akkor rajtam volna holnap. De ha nem, akkor holnap után. Holnap is lesz péntek reggeli beszélgetés Orbán, hogy valami fenyegetés, vagy valamit fog mondani. Nincs olyan péntek, hogy ne mondana ilyet. Ugye? És nincs olyan hét, hogy ne hozna valamilyen közvagyon elrablást, vagy valami hasonlót. De. Itt egy pillanatra, mert nem előbb megnézem a kérdést. Mr. Ágnes mondja, hogy ön szerint nem van értelme annak, hogy az ellenzék bent ül a parlamentbe. Én nem ültem volna benn, ugye ezt a választások után azonnal kifejtettem, de az már megtörtént, tehát beült. Ha bent van, tehát ha már nem élt azzal a jogával, hogy ne üljön be, tehát ha már bent van, akkor azért vannak olyan eszközök ma is a magyar parlamentben, amivel élni lehetne. De. Ezekkel az eszközökkel az én megítélésem szerint a parlamentben ülő ellenzék egyelőre nem él. Tehát nem él. Ebből az eszközökből talán azokkal él, azzal talán azt mondom, akkor visszavonom, azokkal él, amelyek a ő működési képességét, tehát hogy finanszírozza tudja a létét, hogy legyen irodája, legyenek munkatársai, tehát hogy legyen egyfajta bázis a háttere, infrastruktúrális háttere, ezeket az eszközöket megpróbálja és lehívja.
választák. Akkor is, hogyha mondjuk teljesen sajátos dolgokat tud kitalálni Kövér László, korábban is azt talált ki, és mondjuk most a DK-s sok fizetését fogja csökkenteni, azért, hogy nem ültek be mindig a parlamentbe. Igazán csak úgy megjegyzem, hogy 2002 és 2010 között, az 2006 után pedig egységesen, ha Gyurcsány Ferenc felszólalt, akkor az a kevés képviselő, aki egyébként bent ült a tárgyalóterembe, az is fölállt és mind kiment. Tehát a miniszterelnök mondott valamit, stb. Az részében, akkor fölálltak és kimentek. Tehát ezt egyetem alkalmazták, de mindegy. Az alapkérdése az a válasz, hogy ilyen típusú eszközökkel, de vannak jogi eszközei is. Tehát a parlamentben beült, ha már beült, akkor is, hogy erről hosszabban írtam is a Népszavában, elérhető továbbra is a Népszava archívumában, Szerzőpalotás János, csak be kell ütni, és az elmúlt 10 hónap havi egyes írásai között, ugye ez is elolvasható, hogy ma sincs annak jogi akadálya, hogy az Európai Bizottságnál a magyar választójog kapcsán annak a hatályosságát az európai jogba ütközésében eljárás kezdeményezzen az európai, egész pontos megfogalmazás, az Európai Unió bíróságánál kezdeményezzen egy ilyen eljárást, amelynek az útja az, hogy az Európai Unió bíróságának a társulását kell az ügyhöz kérnie, és utána együtt mennek az Európai Unió bírósága. Tehát előbb az Európai Unió bizottságát kell meggyőznie róla, de már a meggyőzés azzal a céllal menne, hogy ez az Unió bíróságával szóló beadvány. Ugye? És ezzel a mai napig nem él. Hogy miért nem él, egyszerűen nem tudom. Hogy miért teszi a nyilatkozatokat, hogy hát ugyan választási csalás volt, de azért elismerem a választást. Ugye, most ezzel kapcsán a DK ugye pont azért kap büntetéseket, mert azt mondta, hogy ott ülök, de nem ismerem el a választást. Ezen az alapon mondja meg a szót, meg figyelmeztet Kövér László, amikor ő a házelnök, hogy megtiltom, nem engedem, nem adok szót ahhoz, hogy ön úgy kezdi a megszólalását, hogy az a véleménye, hogy ez egy jogellenesen, választási csalással jogellenesen lévő kormány, mert, és akkor tesz egy magyarázatot, ugye abban, hogy mert ha egyébként ez véletlenül így lenne, akkor ön is jogellenesen van itt. És ebben van igazság. Ugye? Tehát ebben valamilyen szinten van igazság, nem teljes igazság, mert a választási csalást az ellenzék, elnézést kérek, a választási csalást maga az ellenzék a választás folyamatában nem követte el. Tehát a ráleadott szavazatokat nem lehet csalásnak minősíteni. Ugye az részében ezért szerintem abban van egy legitimitás, de mintha az egész választás torz volt, alkalmatlan volt, hogy kialakíthassák a saját érdekeiket felismerve, alakíthassák ki a választópolgárok, hogy hova adják a választásukat, ezért maga ez a választás egésze szét is úgy kell tekinteni, hogy nincs, tehát hogy semmis. Ugye? Azt mondani, hogy tehát mondom, az ellenzék maga nem követett el az én meglátásom szerint egyetlen olyan elemet sem, amely alapján a választási csalásnak részesé lennének, ezért a rájuk leadott szavazatokkal nincsnek a legitimitásával az én számomra mondjuk nincsen probléma. Nem szemben. Ezért mondjuk erről ez a véleményem, hát továbbra is az, hogy tehát nem jó úton jár az ellenzék, nem fogalmazza meg, nem lépi meg azokat a jogi lépéseket, amiket megléphetne. Nem érti még mindig, hogy minden magyar állampolgár, az Európai Unió állampolgára is, ugye, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Emberjogi Egyezményhez. Ezért Strasbourg is nyitva áll, az Európai Unió Bíróság is nyitva áll, az Európai Unió Bíróságának a jogköre sokkal magasabb, mint mert az Emberi Jogok Bírósága csak méltányos kártérítésre kötelezheti a magyar államot a sértettekkel szemben, az Európai Unió Bírósága pedig kötelezheti az államot a jogsértő jog és joggyakorlat megszüntetésére.
és ha ezt nem teszi meg, akkor bírságol. De olyan mértékű bírságolási lehetőségei vannak, amelyek nem bír el az érintett tagország. Tehát ott ugye sokkal erősebb jogkörökkel rendelkezik, és valahogy ezt nem tudom, hogy az a szakértői, jogi szakértői kör, amely az ellenzéki oldalon aktívan jelen van, tehát ma is aktívan jelen van, ott ezt én nem látom. Tehát nem látom, hogy ezt mondanák, pedig mondaniuk kellene. Ugye? De a társadalmi kommunikációban is ugye, lépések, saját magukon belül is úgy gondolom, hogy számtalan dolgot helyükre kéne tenni, de ott is fontos lenne, hogy ne csak az előválasztáson deklaráltak, ugye ez egy nagyon fontos dolog volt, amikor eldöntötték az a hat ellenzéki párt, hogy együttesen, közösen előválasztást fognak tartani, és az előválasztás eredménye szerint fogják együttesen a választáson a Fidesz-szel szemben felvenni az ellenlépéseket, akkor ez egy hatpárti szoros megállapodás volt, óriási lépés volt az ellenzék oldaláról. Ezt a fajta, hogy mit fogunk együttesen csinálni a jövőben, ezt a megállapodást a választási vereség után, a mai napon már régen kellett volna megújítani, és mert ugye ez alapvetően a választásokig szólt, vagy megújítani, megerősíteni, vagy ha úgy tetszik, akkor pontosítani. Tehát a kialakult helyzethez igazítani. De ezek létfontosságú elemek. Valamelyik előadásomban részletesen meséltem róla, de az, hogy az én gazdasági elemzésem a világban, tehát ugye amivel szakértőként foglalkoztam, az mindig azt mondtam, hogy nézzük meg, hogy mely sikerországok voltak, akik hátulról, nem évszázadok kezett, hanem az utóbbi évtizedekben előre kerültek. Tehát, hogy mit csináltak jó, hogy valószínűleg azok csinálták jól. Én az oktatás kapcsán mondtam ezt el, egy oktatási kérdés kapcsán. És azt mondtam, hogy ha megnézzük hollandokat, íreket, fineket, stb., tehát ezek az úgymond az elmúlt évtizedek sikergazdasági spanyolokat, de akkor az volt, hogy abban az volt az érdekes, hogy kivétel nélkül mindegyiknél az összes párt egy egységes álláspontot hozott létre. Na most ebbe a Fidesz nem lehetséges, akkor legalább az összes ellenzéki párt, de az analógia ugyanaz. Tehát egységes álláspontot hozott létre, amelyben azt a társadalmi minimumban megállapodtak, hogyha bármilyen váltásra is sor kerül, tehát bármilyen kormányzati váltásra is sor kerül, az e megállapodásban rögzítetteket előre vállalja bármelyik kormány vagy kormánykoalíció. A pedagógusok kapcsán elmondtam, hogy ennek az is egy érdekessége volt, hogy minden ország ugye kijelölt 6-8 olyan pontot, tehát nem sokat ebben a szűkebb körben, de azt a 6-8 pontot, amit kijelölt, és abban egy volt ez, amelyik mindegyik országének a 6-8 pontjában szerepelt, ez az oktatásnak a világ átlagához, vagy a környező országok átlagához képest is sokkal magasabb szintű támogatottsága a GDP oldalról, stb. Ott semmilyen megvonás szorga nem lehet, csak növekedhet, visszafelé nem fejlődhet, stb. Hogy az oktatás ez a terület volt, mert fölismerték, hogy a siker lehetetlen, az oktatás nagyon magas szintű, kiemelt fejlesztése nélkül. És én azt mondtam, hogy de a másik levonható következtetés, ugye, és ez a mostani kérdéshez is kapcsolódik, hogyha nem fog össze az ellenzék, és nem teszi le ezt az ellenzéki axiómát, akkor egyszerűen nem tud, és ebben nem állapodik meg, és nem állapodik meg nyilvánosan, és akkor ezek után ugye minden egyéni kommunikáció is ebben ezekben a pontokban egységes lesz. Nem fog tévutakon járni. És az ellenzi a kormány oldal támogatását kizáró társadalmi réteg számára, ez egy döntési kör, hogy jó, ha ez az axióma elégséges nekem, akkor én ezek után is az ellenzéki oldalt fogom támogatni, méghozzá aktívan, mert van egy ilyen közös felfogásuk, amelyben látom az esélyt, hogy valamikor Orbán Viktor és csapatá a hatalomból, ugye bűnszervezete a hatalomból kikerül. De. És az egész ében. És ez hiányzik.
és ez nekem ma is hiányzik, holnap is hiányozni fog, ha nem történik meg. De hát azt gondolom, hogy azért akkora társadalmi rálátásom van, hogy nem folynak ezek a tárgyalások. Tehát nem is az a probléma, hogy mondjuk már 2 hónap elteltével még nincs megállapodás, minél rövid, ha gyorsabban van, annál jobb, ugye az észibe. Hanem, hogy annak sincs ide, hogy értenék, hogy ez egy nélkülözhetetlen feladat, nélkülözhetetlen, és már erről tárgyalnának. Még nem sikerült ezt a közös 6 pontot összehozni, axiomát összehozni, azhoz lehet azt mondani, hogy a 2 hónap kevés. Ugye az észibe, de nem tárgyal róla. Tehát ezért nem várható, hogy a jövő hónapban megállapodnak, vagy az azt követően. Ezeket nagyon fontos problémának látom. Ugyanakkor az elmondottakban őszintén remélem, közületek senki, de senki nem talál olyat, ami lehetetlen lenne, aminek bármilyen akadálya lenne. Hát ezt hónap eldönthetik. Egymás telefonszámát, ha másért nem, akkor a előválasztási megállapodások miatt tudják. Hát csak föl kell hívni. Valamelyiknek kezdeményeznie kell, ha okos, akkor nem saját magánál, mert az visszatartó erő, hanem ugye semleges helyen találkozunk, és még én, ha én lennék ez, legyek teljesen mindegy, hogy a Momentum, a DK, vagy a Párbeszéd, vagy a LMP, vagy a teljesen mindegy, melyik politikai erőnek, vagy az MSZP-nek a vezetője, akkor én még ebben a meghívásban azt is vállalnám, hogy én hívlak, én vetem föl és találkozzunk, egyeztessünk időpontot, itt vannak javasolt, találkozunk, de vállalom, most soha nem fogok róla a külvilágnak nyilatkozni, hogy ezt én kezdeményeztem. Mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy mindenki, és azt mondja, hogy együtt felismertük, hogy egy ilyen megállapodást kell kötnünk. Hát ezek nagyon fontosak, gondolom. Egyre kevesebb perc van hátra, én úgy látom, hogy egyáltalán úgy látom, hogy úgy új kérdés nem keletkezett. Megnézem, hogy egyébként egy pillanat türelmeteket kérem, hogy milyen képeket vetítettem még elő. Nektek, ugye hát ez volt az a kép, hogy NATO 1.36, EU 1.26. Ez volt ugye a mai Facebook nyitó oldal, a CIA-járól beszéltem. Ugye itt meg gyorsan megemlítem, hogy azért a Orbáni megszólalásoknak a látványos valótlan tartalmát érteni kell. Tehát, ugye az Európai Unió a nagyon nagy multinacionál cégek esetében mondta azt, hogy az ne legyen érdeke adóparancs ide-oda menni, ezért, hogy az a tevékenységet, amit a multinacionál cégek végeznek egy ország területén, az minimum 15% adóval kelljen sújtani. Orbán Viktor ez rögtön azt mondja, hogy megvédjem a magyar vállalkozásokat, azzal, mert hogy ők 9%-ot fizetnek, mi megvédjük a magyar vállalkozásokat, nem engedjük meg az adóemelésüket. Csak ez az Európai Unió minimáladója egyszerűen nem vonatkozik a magyar vállalkozások 99%-ára. És egységes sem vonatkozik minden múltira, tehát nincs belőle versenyerőny vagy versenyhátrány, ez egész úrpe. De Orbán Viktor vétót helyezett kilátásba, ezért ez egyelőre nem fogadható el. Ugye? Tehát, hogy ez egyelőre nem fogadható el. Beszéltem beszéltem a negyedik módosításról, ez a hatalom kizárólagossága. A hatalom kizárólagossága kapcsán jelzem, hogy el szeretném mondani, hogy magában a Magyarország alaptörvényében, ami egyébként Orbáni alaptörvény, csak értsünk alatta, de a megalkotásakor 11-ben még beemelték az Európai Unió legfontosabb elemeit. Ebben az alaptörvényben a legfontosabb alapvetések között van téve, hogy törvénnyel büntetni kell, el kell lehetetleníteni minden olyan politikai erőt, amelyik a hatalom kizárólagos megszerzése irányulnak. Le van benne írva. Mit mondott a válaszaiban, ezt majd a jövő héten, ha a filmet összetom addig rájtani, bejátszom. Mi mondott Orbán Viktor? Azt mondta,
hogy amilyen a fogadítja maguk minket bűnözőnek, vagy akárminek tesznek, tehát amilyen a fogadítja tartanak, és úgy gondolják, hogy ilyen politikát mi nem folytathatunk, mi azt fogjuk a hatalom eszközeivel élve önökkel szemben érvényesíteni. Tehát ugye megoldani. Az a különbség, hogy önöknek nincsen erre hatalmi lehetősége, nekem pedig van. Tehát ugye, hogy én Orbán Viktorként ezzel rendelkezem. Ugye, Orbán Viktor azt mondta, ugye ennek kapcsán, hogy ennek megfelelően az fog történni önökkel, hogy önök elveszítik a politikai szerepüket. De meg fogjuk semmisíteni, tehát el fogjuk érni, hogy önök, a magyar politika, az összes ellenzéki párt a magyar politikai palettáról eltűnjön. Tehát Orbán Viktor már belemondja a saját alaptörvénye szerinti olyan kijelentést, amit nem lehet másképpen értelmezni, mint a hatalom kizárólagosságára, amit egyébként jogi úton már megszerzett, részében, de egyébként nem lehet másképp érteni, de ki is mondja, hogy egyébként önök zavarnak engem. Tehát megfogjuk se, mi a fogadj Isten oldaláról azt fogjuk tenni önökkel, amit önök vágyai szerint lenne, ugye tennének velünk, hogyha ha tennénk, csak a vágyaink szerint azt tennénk, hogy egy olyan Fidesz-KDNP-t, amely a közvagyont elrabolja, a többieket és a társadalmat megtéveszti, és a társadalomnak folyamatosan hazudik, annak nem szabadna a politikai palettán maradni. Ez egy teljesen okszerű és jogszerű ellenzéki vélemény, még akkor is az, ha valaki vitatja, hogy a Fidesz ilyen. Mert ez egy ellenzéki vélemény. Amikor a hatalmat gyakorló azt mondja, hogy a hatalom eszköze, és mi azt fogjuk önökkel tenni, ami az önök véleménye és vágya rólunk, az egészében, hogy azt fogjuk önökkel tenni, akkor az egy nyílt diktatórikus kijelentés, ez egy, a diktatúrának egy nyílt megszólalása. Csináltam még egy képet, még korábban azt hiszem nem játszottam be, hogy a pedagógus sztrájkok kilőve címszóval, ugye amikor aláírta a pedagógus sztrájkokat ellehetetni törvényt Novák Katalin elnök, a pedagógusok kérése ellenére, ugye akkor ennek kapcsán, amikor ezt kérdezték tőle, azt mondta Novák Katalin, hogyha 100 jó törvényt tesznek elénk, akkor mi 100-at, akkor én 100-at fogok megsemmisíteni. Az egészében. Ugye erről mondtam azt, hogy hát igen, tehát azért aki ezt a törvényt aláírta, annak annyi. Jövő héten részletesebben akarok beszélni, erről most már nem, tehát mindenképpen részletesebben akarok beszélni a hét egy fontos eseményéről, hogy a pedagógusok követeléseire a belügyminisztérium, ahova került az oktatás, határozott választ kapott. Ez a válasz, majd ki fogom fejteni, hogy miért teljes mértékben elfogadhatatlan. És semmilyen módon a demokrácia jogánosan nem lehet összevetni. De annyi azért van benne, hogy az összes egyéb kormánytól eltér, Pintér Sándor határozott választ adott. Tehát elmondta, hogy milyen jogsértésekre számíthatok. Hát nem tette hozzá a jogsértésekre, de elmondta, hogy milyen jogsértésekre számíthatok, és hogy bármit, amit követeltek, azokat meg nem fogom teljesíteni. Még egy általam semmilyen módon nem támogatható kormány esetében is, ezt tisztességesebbnek tartom, mint ahogy Gulyás Gergely, Orbán Viktor és a többiek végzik, több mint 12 éve azt, amit végeznek. Eljutottunk az időnk végéhez, ez a megfelelő jelzést is megkaptam, ezért szeretnék tőletek elköszönni, szeretném megköszönni nektek a ma esti figyelmet, szeretném jelezni, hogy jövő csütörtökön szándékom szerint itt leszek, a többit meg majd meglátjuk, nagyon-nagyon meleg van. Nagyon vigyázzatok magatokra, rám meg valaki mások vigyázzanak, mert az én szervezetem ezt a meleget rettenetesen nem viseli el. Nagyon rosszul, gyerekkorom óta, el kell mondanom, egy záró mondat, nem, magánügy, nem kellene elmondanom, hogy ahhoz képest, hogy a 66. évemet járom, ma abban a szituáció vagyok, hogy gyakorlatilag
betegség miatti gyógyszert nem szedek. Megelőző gyógyszert igen, ami az én koromban szükséges lehet, de nincs olyan betegség, ami egyébként gyógyszert szedését indokolná. Tehát ugye az egészében erre alapvetően büszke vagyok. De gyerekkorom óta rosszul vagyok ezektől a hőségektől. Nem bírja a szervezetem. Tessék egy picit aggódni értem, de nem nagyon, ezt csak a viccnek szántam. Vigyázzatok magatokra, szép estét, jó éjszakát kívánok!